Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Tegyük a helyére legújabb adásában. Én Nyírő Jászmin vagyok. Ahogyan láthatjátok, most mi itt a fiatalok átvettük az irányítást, ahogyan ez már előfordult az előző adásokban. És nem is szaporítom a szót, hanem bemutatom a vendégeimet. Itt a bal oldalamon Döbrösi Vikó, László Simon és Kedül Mátyás lesz a vendégem. Simi, először szeretnélek téged megkérni, hogy mutatkozz be egy kicsit, hiszen ez az első alkalom, hogy itt vagy közöttünk, úgyhogy mondj egy-két dolgot magadról. Jól van, hát igen, én László Simon vagyok, 19 éves, egyetemi hallgató. Most kezdtem a második fél évemet az ELTE-n, és az IFI-nek az oszlopos tagja, úgyhogy igen, róla mennyit kell tudni. És melyik gyülekezetbe jársz? A BPA gyülekezetében láttam a helyem. Szuper, amúgy ha már gyülekezet, akkor legyen is szó a témáról, ami pedig az, hogy fiatal vagyok, van helyem a gyülekezetben című kérdéssel indítanánk. Azért merült fel ez a téma, mert általában sokszor kerül ez mostanság szóba, hogy azok a generációk, akik a gyülekezeten belül nőttek fel, van-e lehetőségük kibontakozni így szolgálat területén, elhívás területén, és hogy meg tudják eltalálni magukat a fiatalok így a gyülekezeten belül, és ki tudják tényleg így bontakozhatni azt, ami így bennük van. És igazából erről fogunk beszélgetni, hogy mi hogyan éltük ezt meg így a szolgálatunk során, kinek milyen tapasztalata van ezen a területen. Úgyhogy remélem, hogy ez inspiráció lesz számotokra. Az első kérdésem az lenne, hogy nektek milyen a viszonyatok a gyülekezethez, milyen gyakran jártok, és hogy hova? Matyi esetleg. Jó. Hát én minden vasárnap járok a BPA-ba, már én ugye oda születtem. Amit nagyon szeretek így a BPA-ban, hogy rettenetesen szabad, és de hogy a fiatalok számára is, hogy egy olyan közelség van így a pásztorok felé, meg a pásztorokkal, így ifi területen is, hogy egyszerűen így, mint hogyha tényleg így a haverjaink lennek, most ezt a legjobb értelemben mondom, és az azért ez egy eléggé felszabadító dolog, hogy bármikor oda mehetünk kérdezni, bármikor őszintén lehetünk, nem élnek vele vissza a pulpitusról, nagyon-nagyon jó dolog, és szerintem ez egy extra biztonság, főleg amikor így a fiatalok bontakoznak ki, és így kezdik a saját ilyen hitüket, meg ezeket felépíteni, meg a bizalmukat így a gyülekezetbe, úgyhogy igazából nem tudok semmi rosszat mondani. Tök jó, és milyen területeken szolgálsz gyűlben? Hát én a hangtechnikában szolgálok, meg a dicséretben szolgálok, dobolok. Az ottani közegeket is nagyon élvezem, nagyon jó a dicséretben úgy kapcsolódni az emberekkel, úgy összetenni azt, amink van, és akkor ez így eléggé, hát ez így nagyon áldott tud lenni, és tényleg nagyon-nagyon jó dolgok tudnak ezekből születni. Mm. És hát lényegében ez a kettő terület, amiben most így aktívan benne vagyok, amúgy szoktam így imaszolgálatban is lenni. Mm. Aztán így. Tök jó. Simi? Igen, hát én vidéki vagyok igazából, úgyhogy nem mostanában nem voltam mindegyik alkalman, de azért próbálok ugye vasárnaponként gyülekezetbe járni. Az IFI-kre szoktam járni, és ugye most a Kit Light beindult, ugye, amit csinálunk, és akkor ott azon szoktam részt venni, és igazából meg tudom erősíteni, amit a Matyi mond, mert én nem, igazából nem gyülekezetben nőttem fel, hanem úgy jöttem a BPA-ban hozzátok, egy IFI táborba, és tényleg mind az IFI pásztor, mind a pásztorok, tehát tényleg nagyon befogadóak, mert voltam azért több gyülibe, és tényleg nem ilyen vádló gyülekezet. Szóval ez nagyon jó ebből a szempontból. Szóval én sem tudok semmi rosszat elmondani. Tök jó, és nálad ez ilyen egyértelmű volt, hogy ugye eljöttél IFI táborba, ott jobban lettél velünk, és hogy onnantól kezdve neked ez ilyen magától értetődő volt, hogy BPA-s vagy, vagy így ezt így végig gondoltad és eldöntötted, vagy ez hogy alakult ki? Hát kellett nekem egy kis idő, ugyanis én úgy voltam, hogy nagyon nyitni akartam mindenki fele, minden fiatal számára, és meg akartam ismerni így több gyűliből is úgymond így fiatalokat, de ahogy így elmentem máshova, az realizálódott bennem, hogy fontos, hogy az ember egy helyre tartozzon, és kialakuljanak az a, hát mint egy család kialakulhasson, mert szerintem azért 4-5 helyre nem nagyon lehet tartozni, hanem inkább egy-kettő helyre. Ez tök jó. Meg az tök jó, hogy így tökre így kialakult, és hogy igazából a kapcsolatok voltak azok, amik így beúztak téged a gyülekezetbe. Igen, abszolút, igen. Úgyhogy, ja. Vikó, neked mi ezzel a tapasztalatod? Hát én is a BPA-ban nőttem fel, és körülbelül amíg az UP Centerbe el nem költözünk, az újpesti piacra el nem költözött a gyüli, addig minden vasárnap ott voltam. Azóta
így kevésbé, mert nekem mostanában nagyon sokszor van az, hogy vagy hullafáradt vagyok, vagy dolgozom vasárnap, illetve én most személyesen egy ilyen nagyon komoly útkeresésben vagyok, mert Isten elég sok mindent kicserél most az életemben, és nagyon sok mindent újra alapoz, és jelenleg most keresem azt, hogy ő hol szeretne engem látni, és nagyon szeretek egyébként eljárni a BPA-ba, szóval azért szoktam járni, és mindig egy ilyen jó, itt vagyok itthon. Ja. És egy ilyen megnyugvás, hogy azok az emberek, akikkel felnőttem, akik végignéztek engem, ahogy felnőttem, szóval számomra is nagyon jó érzés így mindig visszatérni a BPA-ra. Én BPA-ban járok sok helyre, de nagyon jó érzés mindig visszatérni a BPA-ban, és egy ilyen, még mindig ez az otthonom érzés, viszont én nagyon keresem most jelenleg a helyemet, hogy Isten konkrétan hol szeretne látni most. És ugye ezt ugye mondtad is, hogy sok helyre jársz, és szerinted annak van jelentősége, hogy az ember egy közösséghez így fixen tartozzon, és onnan töltődjön fel, vagy igazából lehet mindenhonnan így csipekedni, vagy így szedni ezeket a szellemi kijelentéseket, feltöltődni mással, vagy hogy szerinted hol van a határ ebben, vagy a balansz? Ez szerintem nagyon egyéni egyébként, és nagyon időszakos is. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan hely az embernek, ahol tényleg meg tud gyökerezni, ahol tényleg ez a jó, itt vagyok otthon, mert azért azok a kapcsolatok, amik egy gyülekezetben vannak, azok egy nagyon meg tudják tartani az embert, meg az, hogyha elköteleződik valami iránt, egy gyülekezet iránt, vagy egy közösség iránt, az nagyon fontos szerintem. De jelenleg én most azt élem meg az életemben, hogy nagyon jó-új helyek felé nyitni, mert azért azáltal, hogy én felnőttem a BPA-ban, így kicsit ilyen szemellenzősen csak ezt láttam, hogy csak a BPA, csak a Kitlight, és így semmi felé nem nyitottam, és aztán elkezdtem egy másik helyre járni, egy Szombatöt nevű alkalomra, és az meg annyira így, azt éreztem, hogy kinyitotta így a látókörömet, és így nyitott lettem új dolgokra, és én meg most nagyon élvezem ezt a szabadságot, hogy amúgy van más is, és nagyon jó egy gyülihez tartozni szerintem, meg fontos is, viszont fontos szerintem így nyitott lenni mindenre. Igen, meg jó, hogy ezt mondod, hogy tényleg ez ilyen szabadságot ad, meg ad egy perspektívát, meg azt, hogy megismersz embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, de mégsem ugyanoda jártok. Ez tök jó tudni egyáltalán azt, hogy Budapesten belül mennyi ember hasonló dolgokban hisz. Úgyhogy ez tényleg pozitív. De Simi, te is mondtad ezt, hogy így rátértél arra, hogy 4-5 helyre járni az nem feltétlenül a legjobb. Hogy te így erről mit gondolsz, hogy egy helyre járjon az ember, vagy nyithat máshova? Igen, hát azt gondolom én is, hogy azért lehet másfele nyitni, mert vannak nagyon jó közösségek, fiatalok összejönnek, tényleg tök sok jó kezdeményezés van erre is szerintem. Csak annyi, hogy mondjuk tényleg azért nem lehet mindenhol ott lenni szerintem, mert ahogy felnő az ember, és ezt így észrevettem magamon, az ember egyetemista lesz, elkezd dolgozni, nem tud, tehát szét fog szakadni egy idő után, hogyha mindenhova tartozni akar, ezért nem mondom azt, hogy katonásnak kellene, és tényleg csak egy helyre lehet tartozni, mert szerintem jó, hogyha tényleg sok-sok fiatal az ember megismerkedik, mert ez tényleg jó, ennyi, ahogy mondtad, Pesten ennyi keresztény emberrel így összejönni, találkozni, de meg kell szerintem találni azt a balanszot, amit így az embernek, hát amúgy is kialakul, mert tényleg annyi dolgom, ahogy nem szakadhat szét annyira. Igen, amúgy tényleg ez így tökre igaz, hogy ahogyan növünk fel, így elkezdődnek ezek a prioritások kialakulni, és az ember már nem is fér bele a kapacitásba, hogy mindenhol ott legyen, szóval ja. De amúgy amíg fiatalok voltunk, nagyon sok konfira jártunk, meg minden, és ezek nagyon jók voltak, hogy tényleg így mindenhol ott tudtunk lenni, mert ráértünk. Yeah. Viszont Matyi, rólad tudom, hogy szolgáltál is más gyűliben, és hogy neked erről így mi a véleményed, hogy jó máshol is szolgálni, vagy egy helyre kell járni, vagy mit gondolsz erről? Amúgy jó szerintem sok helyen szolgálni. Én szeretek igazából, de az, hogy az otthonom az a BPA lesz, meg így a békémet az ilyen BPA-s alkalmakon tudom így teljesen megélni, meg nekem ez már nagyon komfortos, az biztos, szóval, hogy szerintem az nagyon jó dolog, hogy az ember körülnéz nagyon sok gyűlibe. Szerintem ez nagyon király, és ez egy fontos dolog is szerintem. Az, hogy az ember hol fogja magát otthon érezni, az meg az ő szíve joga. De ez olyan szerintem, hogy mondjuk úgy ámblok, mindig otthon alszik az ember, de főleg a fiatalabb, akkor átmegy a barátjához, ott alszik, de amúgy attól függetlenül mindig otthon alszik a legjobbat. De az ember, hogy attól még átmenek egymás az emberek, ez is szerintem ilyen, hogy szerintem igenis pozitív elnézni sok gyűlibe.
megnézni, hogy milyen, tájékozódni, ez tök jó. Szerintem nagyon sok olyan dolgot tud az embernek az életében, amit Viko is mondott, hogy perspektívákat nyithat meg, hogy ők hogy élik meg a hitüket, meg stb. El tud indulni az ember egy másik útnak, és ezt is tudja Isten használni annak az embernek az életében, aki mondjuk sok gyűjt megnéz. Uh-huh. Igen. Szóval szerintem ez abszolút egy hasznos dolog. És aztán igen, amit mondtam előbb is, hogy az ember az ő dönti el maga, hogy hol érzi magát otthon, úgyhogy... Igen, igen, de az idővel így kialakul, hogy igazából hova akar tartozni, meg kivel tud a legjobban azonosulni. És magyarulad azt azért tudjuk, hogy elég régóta szolgálsz már. Esetleg így meg tudod velünk azt tenni azt, hogy te miért szeret szolgálni, és hogy miért hiszel ebben így ennyire? Én amúgy hát azért szeretek nagyon szolgálni, mert hát a dicséretben például azt nagyon jól látni, hogy amikor mondjuk megszól egy dicséret, és akkor ugye gyülekezet jön, és érzed azt, hogy lényegében a zenéddel segítesz nekik így átszellemülni, vagy hogy mondjam, hogy közelebb érzik egy kicsit magukat így Istenhez, azáltal, hogy szól a dicséret. És így az ember ki tudja élni a dolgait, tud egy olyan személyes kapcsolatot megélni dicséret közben az Istennel, vagy nem is az, hogy olyan személyes kapcsolatot, hanem ez egy tök más dolog, mint amikor otthon ülsz és imádkozol, ez egy tök más ilyen terület, ahol ki tudod élni magadat az Istennel, így a dicséretbe. És ez például ezt nagyon szeretem. Hát meg ugye tanultam is, szóval így alapjárton így most nem a szellemi részét nézve, szeretek dobolni, szeretek hangtechnikázni, és azt is tanultam. Szóval így igazából ez tök jól egybe klappol. Igen, igazából ez így. Igen, ami ez tök jó, hogy így a saját talentumainkat így ki tudjuk bontakoztatni a gyűlén belül, és hogy amink van, meg amit Isten adott nekünk, azt tudjuk igazából odaadni. Igen. Simi róla tudjuk azt, hogy már egy ideje elkezdte szolgálni a Kit Light-ban, és alkalmakat vezetsz, meg így a social médián is azért felfeltűnsz, hogy ez így hogy alakult ki, és neked mi a hited így ezzel kapcsolatban? Ja, hát igen, ugye te hívtál még egyszer, hogy van-e kedvem ehhez az egészhez. És igen, amúgy, ahogy a Matyi mondta, hogy ez nem teljesen az, hogy az ember otthon imádkozik, és akkor csak ugye a saját hitét bontakoztatja ki meg ugye azért, tehát más mondjuk egy szolgálat szerintem, meg az, hogy mondjuk tényleg az elhívásodban vagy, mert mondjuk a szolgálat lehet, hogy nem annyira kényelmes valakinek, de mondjuk tényleg az, hogy valaki kitalál egy alkalmat, és az, hogy te besegítesz, még akkor is, hogyha nem annyira kényelmes, vagy hát tényleg jó, hogyha ki tudnak téged használni, szerintem egy kicsit abban, hogy besegíts. Ezzel a Kit Light-tal kapcsolatban nekem ez nagyon tetszik, és nagyon, nagyon élvezem ezt csinálni, mert tényleg jó az, hogy ahogy még az Attila mondta, hogy vannak arcok, és próbáljuk így az embereket így összehívni. Hát végül is én ezt nagyon élvezem, és örülök, hogy így kicsit az erőforrásaimat, tényleg a talentumaimat így ki tudom használni, vagy be tudok segíteni. Szerintem a szolgálatnak amúgy ez is a lényege, hogy nem rólad szól az egész, hanem másokról, és ez csak egy áldás, hogyha ezt a élvezettel tudod csinálni. És így a kényelmetlenség alatt mit értesz, hogy nem feltétlenül ez a szíved vágya, hogy csináld, vagy az, hogy áldozatokkal jár egy szolgálat, hogy ezért mit... Igen, most nem feltétlenül az én szolgálatomra gondoltam, de mondjuk arra, hogy mondjuk lehet, hogy te a WC-t kell, hogy kipucold, és az lehet, hogy nem annyira kényelmes, meg hiszem, hogy nem az az elhívása az embereknek, hogy a WC-t pucolják. Lehet valakinek, igen. Lehet, hogy valakinek, igen. De hogy tehát én mondjuk az elhívásom szerintem egy más dolog. Viszont igen, tehát az, hogy lehet kényelmetlen, de mégis megcsinálod. És ez szerintem, tehát áldás lesz más emberek számára. Igen, meg hát Jézustól is ugye ezt látjuk, hogy ő is tök sok áldozatot megtett így az emberekért, meg így megalázta magát, és igazából szerintem, amikor szolgálunk, ugyanezt éljük át, hogy nem mi számítunk, hanem mások, és hogy másokért teszünk dolgokat. Nikó, te is sokat szoktál szolgálni, meg ugye mi együtt nőttünk fel körülbelül, és nagyon sokszor szolgáltunk együtt, hogy te hogy kapcsolódsz így a szolgálathoz, mit hiszel így ezzel kapcsolatban? Egyébként pont amikor elküldted azt, hogy így a szolgálatról lesz szó, elgondolkodtam otthon, és pont így az jött fel bennem, hogy egyébként azáltal, hogy mi egy ilyen keresztény környezetben nőttünk fel, és így minden információt így a szolgálattal, Istennel kapcsolatban így folyamatosan nyomtak belénk, arra jöttem rá, hogy bennem nagyon sokáig az a kép élt, hogy szolgálni kell, mert szolgálni kell, és nekem egy ponton egyébként el kellett gondolkodnom azon, hogy mik azok,
amik azért vannak a fejemben, meg a gondolataim között, mert ezt tanították meg, miközben felnőttem, és mik azok, amiket pedig Isten így konkrétan megmagyarázott, meg kijelentett. És nekem a szolgálat nagyon sokáig egy olyan dolog volt, ami tényleg úgy éreztem, hogy kell, mert azt láttam, hogy mindenki szolgál, és azt láttam, hogy ezt kell csinálni, és mindig szívesen csináltam egyébként. Viszont amikor nem szolgáltam, akkor egy tök nagy vádlás volt rajtam emiatt, mert az lett velem így elhitetve egy egész végig, hogy ezt kell csinálni, és amúgy szeretnélek titeket megszólítani, akik esetleg most nem szolgáltok sehol, vagy azt érzitek, hogy ezt muszáj csinálni, hogy ne érezzétek magatokat vádlás alatt, vagy bármilyen kárhoztatás alatt, mert én nagyon azt tapasztaltam meg így a szolgálattal kapcsolatban, hogy az is egy olyan dolog, ami abból fakad, hogy Isten nagyon szeretjük, és azáltal, hogy Istennel töltünk időt, és megismerjük azt, hogy ő milyen fantasztikus, és milyen jó vele lenni, azáltal így elkezdjük annyira szeretni, hogy akarunk neki visszaadni, és akarunk az emberek felé visszaadni, és akarjuk azt, hogy amit mi megértettünk Istenből, azt átadjuk másoknak is. Bennem ez a szenvedély van mindig, hogy fú, valamit Isten megértetett velem, annyira szeretném azt így másoknak is átadni, és így mások felé is önteni azt a szeretetet, amit én Istentől kaptam. Ez nagyon jó. Meg tényleg szerintem az a legáldottabb szolgálat, ami tényleg ebből a szívből jön, hogy így Isten nagyon megérint, vagy valamit mutat, vagy csak szimplán megérezzük az ő szeretetét, és csak ebből így kifolyik ez, és át tudjuk adni ezt másoknak. Úgyhogy szerintem is ez a legjobb hozzáállás, ami lehet így a szolgálatban, meg az, hogy ez tényleg nem egy ilyen erőltetett dolog, meg nem kell, nem muszáj szolgálni, hanem ez általában úgy alakul ki, hogy az ember sokáig van ott valahol, sokat kap, és aztán rájön, hogy ő is részese akar lenni az adott közösségnek, gyülekezetnek, és szeretne visszaadni abból, amit kap. Úgyhogy tökre átérzem ezt, meg egyetértek ezzel a gondolattal. A következő kérdésem az lenne, Matyi, először hozzád tenném fel, hogy mi a különbség, ha van szolgálat és elhívás között? Hogy esetleg ezzel kapcsolatban van-e valami gondolatod? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából gondolkodtam már ezen egy párszor, de nem tudom. Én szerintem az embernek az elhívása az úgy tud nagyon sok helyzetben kiderülni, hogy elkezd egy mit tudom én, 3-4 szolgálatba így belekóstol, és akkor van egy szolgálat, amire úgy tényleg úgy nagyon durván érnek rá a gyümölcsök, így nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, és akkor én nem is nagyon így különíteném el, hanem inkább az elhívásod az igazából egy szolgálatból növi ki magát, szerintem. És hát szerintem én ezt inkább egy ilyen folyamatnak fognám fel, nem is nagyon így tudnám ezt így most így mérlegre, vagy nem mérlegre helyezni, hanem így elkülöníteni a kettőt. Az egyik nincs meg a másik nélkül, úgyhogy így. Igen, mert amúgy, amikor is sokszor jártunk ilyen konferenciákra, akkor is sokszor volt ez téma, hogy találd meg az elhívásod, és hogy ez így mindig kicsit túl volt misztifikálva, hogy akkor most az elhívás az micsoda, hogy ez egy megfogható dolog-e, vagy hogy ez nekem így jönnie kell, vagy így egy ilyen hatalmas kijelentést kell kapnom. És hogy te azt érzed, hogy most így benne vagy az elhívásodban? Én vagy ez majd mi jön? Abszolút azt érzem, és ehhez amúgy évek kellettek, hogy azt tudjam mondani, hogy mit tudom én a dicséretet, hát hogy mondjam, igazából ezt a kettő területet, ezt nagyon, az a lényeg, na szóval nekem az van a szívemben, hogy úgy a zenén keresztül tudjam hirdetni Istent. Én szerintem nekem ez az elhívásom, és ebbe úgy bele vagyok már teljesen gyökerezve, és az amúgy az évek alatt kiderült, hogy csináltam a szolgálatokat, meg minden, és így jöttek a gyümölcsök, a pozitív visszajelzések, szellemileg, mind emberileg, és így tényleg azt éreztem, hogy így a helyemen vagyok állandóan. És nem nagyon volt negatív visszajelzés belőle, én majd ezekkel kapcsolatban, én így tudnám ezeket így megítélni. Tök jó. Viko, nagyon bologattál az előbb, hogy te mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy egyébként szolgálatból sok van, elhívásból szerintem egy, viszont az fel tudja ölelni azokat a szolgálatokat, amiket csinálhatunk esetleg. És én egyébként azon gondolkodtam, hogy tudom-e pontosan azt, hogyha valaki elém rakja azt a szót, vagy megkér, hogy definiáljam azt a szót, hogy elhívás, akkor tudnám-e definiálni? És arra jutottam, hogy amúgy annyira nem. És azon is gondolkodtam, hogy egyébként nagyon sokszor elképzeljük azt, hogy mondjuk elhívás csak az lehet, hogy prédikálok, vagy dicsizem, vagy ezek, tudjátok, ezek a nagyon tipikus dolgok, és tökre az jött fel bennem, hogy
hogy nagyon sok embernek az elhívása az nem ilyen kereteken belül mozog, amiben sokszor így beleszorítjuk, hanem lehet az is valakinek az elhívása, hogy csak szereti az embereket, hogy mit tudom én, ahogy a munkahelyén viselkedik a munkatársaival, vagy a kollégáival, az az elhívása, ahogy megszólítja az embereket, ahogy bátorít embereket, ahogy szereti az embereket. Szóval szerintem az elhívás egy ilyen, igazából a saját személyiségünkből fakad, és nekem is így kibontódóban van az, hogy mi az elhívásom, és érzem azt, hogy Isten mire hív, viszont nem tudnám megfogalmazni így ilyen keretek között. Uh-huh. Mert nem egy konkrét szolgálat, hanem így szétárulhat. Egy terület. De ez nem igaz, meg nekem azt sem tetszik az a gondolkodásmód, hogy az elhívásod csak a gyülekezeten belül kell, hogy legyen. Mert hát azért vagyunk itt a Földön, hogy világítsunk, meg sok legyünk, és az, hogy ha valakinek csak az a célja, hogy a gyülekezeten belül legyen egy pozíciója, és hogy abban maradjon, ez szerintem már rossz hozzáállás, mert tényleg nem véletlenül vagyunk itt a Földön olyan emberek között, akik még nem ismerik Istent. Szóval, ja, én is szeretnék erre egy nyitott lenni, meg úgy gondolkodni erről, hogy ez igazából el kell érnünk azokat az embereket, akik még így nem hisznek Istenben. De Simon, te erről gondolkodtál már, hogy neked van esetleg elhívásod, vagy hogy mi az, vagy hogy egyáltalán ezt így kijelentésként megkapja az ember? Ja, hát én is így vagyok, hogy mondjátok, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy az ember mindenképp most gyülibe csináljon valamit, vagy énekeljen, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt. Igazán. Hanem tényleg az, hogy maga, ahogy Isten szeret minket, ezt a szeretetet az embereknek így a mindennapi életben, tehát a munka, az egyetem, a suliba így kibontakoztatni, és hogyha úgymond így világítasz a sötétségben, akkor az emberek úgy is jönnek hozzád, és én is azt vettem észre, hogy amikor gyűjtőben megtértem Istenhez, akkor így eltávolodtam először az emberektől, aztán ahogy így Isten felkészített engem, vagy is változtatott, akkor így újra közeledtem hozzájuk, és rájöttem, hogy annyira jól össze tudok barátkozni az olyan emberekkel, akikkel azért nem tudtam, mert a Szent Szellem segít, olyan ereje van, hogy, és úgy tudom őket szeretni, hogy aztán érdeklődnek, és simán bizonságot tudsz nekik tenni, lehet, hogy aztán olyanok, tehát egy magot el tudsz vetni. De tényleg csak az, hogy az életedben így legyen, és ezen kívül én ahogy tudom, hogy amúgy te is ezt csinálod, hogy az evangélista elhívás, én ezt gondolom elhívásomnak úgymond, de én azt is hiszem, hogy van egy, hogy igazából mindenkinek az elhívása, hogy gyümölcsöt teremjön, és nyilván beszéljen Jézusról, a hitéről, de tényleg én azt gondolom, hogy nekem is az, hogy akár az utcán, vagy a környezetednek, vagy akár digitálisanak, amilyen formában lehet, hogy így Istent az emberek nyelvén valahogy úgymond nem prédikálni, de róla beszélni. Ez tök jó. Meg az, hogy együtt szolgáltunk ugye Debrecenbe. Igen. És hogy neked ez egy ilyen fordulópont volt, hogy rájöttél, hogy amúgy idegenekkel is tudsz így evangelizálni, vagy így tudsz könnyedén beszélgetést kialakítani, vagy ezt már tudtad magadról? Hát én ezt szerintem valamennyire tudtam magamról, csak nekem ez egy olyan jó volt, mert volt is ott egy jó társaság, akik éppen csináltak, tudod, nem is tudom most, igen, a European Initiative, most egy 40 napos evangelista szolgálatot csináltak, és hát nekem ez olyan volt, hogy így észrevettem azt, hogy ez többet kéne, vagy kéne valahogy többet sort keríteni erre, mert hogy volt egy hétig erre lehetőség, és én ezt nagyon élveztem, és úgy éreztem, hogy nekem ez tényleg az elhívásom, hogy hát ahogy csináltam meg, és úgy rájöttem, hogy nekem tényleg ez az elhívásom, de azt addig akartam is nagyon csinálni, és így jöttem rá, hogy nekem ezt igazából itt csinálni kéne, hogy elkezdtem keresni a lehetőségeket, hogy hogyan lehet. Nagyon jó, meg tényleg annyira izgalmas, ahogyan követjük Istent, csak így kialakulnak ezek a területek, meg rájövünk dolgokra, csak szintén úgy, hogy elkezdünk szolgálni. Igen, és nem erőltetésből, vagy akármi nehezen, hanem így békességesen. Igen, meg az, hogy mennyire passzol a személyiségünk, ez az, amit szolgálunk. És hogy nem az van, hogy bele kell magunkat így erőszakolni egy dobozba, hogy jó, akkor én most ezt fogom csinálni, hanem tényleg így belőlünk jönnek ki ezek a dolgok. Yeah. És mit üzenétek azoknak, akik még így nem tudják, hogy mi a szolgálatuk, vagy az elhívásuk, Vikó? Én azt üzenném, hogy ezzel annyira nincsen semmi baj, és csak ne higgyétek el azt, hogy ezeket kell és muszáj. Én azt értettem meg így az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt egy évben, hogy igazából minden, ami az életemben van, az Istennel töltött időből növi ki magát, és
hogyha keresitek Istent, és olvassátok az igéjét, amúgy ez nagyon ilyen tipik dolognak hangzik, de valahogy én akár mindig ehhez térek vissza, hogy Istent ismerni. És az ő, tényleg az ő szeretetét megtapasztalni, azt, hogy ő, szóval hogyha Istennel töltünk időt, akkor elkezd így dolgokra úgymond így rávenni, és elkezdi formálni a bensőnket. Van egy ige, pont ez a tegnap az egyik barátnőm mondta, hogy fedetlen arccal nézzük Istent, mint egy tükröt, és hogy azáltal változunk el olyanra, amilyen nő. Most kicsit ilyen bénán fogalmaztam meg, nem így van az ige, de hogy ez a lényege, hogy Istenbe belenézünk, mint egy tükörbe, és az ő képmására változunk el ezáltal, és ez csak akkor lehetséges, hogyha vele töltünk időt, és őt szemléljük, és fedetlen arccal. És én csak ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy Istent akarni megismerni, és vágyni arra, nem a szolgálatra vágyni, nem az elhívásra vágyni, hanem Istenre vágyni, és abból növi ki minden magát. Uh-huh. Akkor igazából nem kell nagyon turgálcsolni a dolgot, hanem inkább csak Istent keresni, és aztán az ember így rájön dolgokra, meg így kialakulnak benne dolgok. De és mi van akkor, hogyha mondjuk valaki azt se tudja, hogy miben tehetséges, milyen talentuma van, Matyi, te mit mondanál azoknak az embereknek? Hát az, hogy próbálja ki magát, mert addig nem derül ki, ameddig az ember nem áll bele valamibe. Hát ugye bátorság nélkül nincs kudarc, ez is igaz, de az a jó, hogy tényleg muszáj az embernek próbálni magát egyes területeken, hogy nem kell az, hogy most ott próbáld ki magadat a szolgálatodban, amit tanultál, hanem mondjuk ami érdekel, és akkor belállsz egy ilyen szolgálatba, és abból nagyon jó dolgok tudnak kinőni, és egy idő után az embernek kialakul a szívében egy olyan dolog, hogy hát ez jó volt, de mondjuk egy kicsikét elnézik más irányba, és akkor elkezdi az ember keresni azt a szolgálatot, ami a szívéhez a legközelebb áll. Lehet ez bármi amúgy. És az annyira jó, hogy ezt már többször is mondta Vikó, hogy nagyon fontos az, hogy az embernek az identitását ne a szolgálata mondja meg, vagy így ne a szolgálattal legyen a mérce, mert abban nagyon durván egy, ki lehet égni. Kettő, hogyha mondjuk esetleg olyan úgy alakul, hogy most az a szolgálat egy ideig nincs, akkor az ember azt érzi, hogy értéktelen, mondjuk nem megy, csak úgy elgyűli be. Szóval ez így lényegében egy ilyen munkaszerepet vesz át, ami nagyon-nagyon durván rossz útra tudja vinni az embert szerintem. És tényleg ez is nagyon jó, ezt még csak erre szeretnék kicsit ráerősíteni, hogy nem, amit mondtál, Jess, hogy nem feltétlen a gyüliben van. Valakinek az nem csak a gyülire terjed ki az elhívása, vagy lehet, hogy mondjuk valaki éppen nem a színpadon dobol, vagy kever, vagy mit tudom én, de tegyük föl, nem egy olyan látványos szolgálatot csinál. Szerintem én nekem most tényleg múltkor volt egy ilyen érzésem, hogy van egy úriember, aki mindig letakarítja a plexit, mindig a dob, az a, aki nem tudja, az üveg, ilyen műanyag fal a dob körül, hogy ne legyen hangos, és jön, és mindig olyan lelkesen ez a plexi takarító szolgálat, annyira lelkesen ott vannak és várják, és látszik, hogy amúgy szeretik csinálni, és úgy álltam ott, annyira meghatott komolyan, hogy ez a szolgálat amúgy, ez az igazi szolgálat, nem az, hogy most jó a zenélés is az, meg minden, meg a dicséret is, de hogy ezek annyira tetszenek nekem, hogy emberek ilyen szolgálatban, amire ő ránézésre azt mondja az ember, hogy hát nem egy nagy eresztés, vagy nem tudom, közben pedig pont, hogy de, az a nagy eresztés, hogy az ember oda megy, és bevállalja ezt a szolgálatot, és még szereti is. Szerintem ez egy annyira jó dolog amúgy, és ez hatalmas kincseket ér, és szerintem ezek óriási kincsek a mennybe. Ja, tényleg nagyon-nagyon-nagyon durván. És ja, szóval nem is tudom, mi volt a kérdés, tökre elmentem. Nem, de amit esély jó volt. Csak ez, hogy annyit fűznék még hozzá, hogy tényleg, hogy Matyi mondja, hogy nem feltétlenül a gyűlibe, vagy nem ilyen neves szolgálatod van. Írja például a Biblia, hogy gyakoroljátok a vendégszeretetet. És mondjuk pont a Matyinak a bátyja, az Olival, legjobb barátok vagyunk, és annyit vagyok náluk, és a szüleik biztos tudják, de ez is egy olyan, tehát ez is egy olyan nagy szolgálat, hogy konkrétan eszek náluk, de annyit tényleg. És azt, hogy a Matyi ezt tudja, és tényleg az, hogy ezt így amúgy senki nem, vagy lehet, hogy látják, vagy ők tudják magukba, de amúgy így senki nem látja, csak én tudom. És ezért így annyira hálás vagyok, és annyira nagy dolog szerintem ez, hogy tett az ilyen dolgok. Most ezt nem azért, mert itt a Matyi, de tényleg az ilyenek, hogy megvendégeljük a másikat, vagy hát tényleg ezek a házi csopikba egymást is, tehát ez a szeretet,
Szerintem ez nagyon fontos, így mindennaposan a szolgálat. Abszolút, igen. Viszont amúgy érdekes, hogy ezt mondjátok, mert közben pedig így a social médián egyre jobban látványosabbá válnak különböző szolgálati területek, ugye dicsőítő csapatok emelkednek fel, különböző pásztorok, és hogy érdekes látni azt, hogy igazából mekkora érték van az ilyen nem látványos szolgálatokban, viszont azok, amik látványosak, azok meg egyre nagyobb ilyen dicsőséget kapnak, ami nem feltétlen egészséges. És hogy, ja, igazából csak ez egy érdekes meglátás volt nektek, hogy erről így tudtunk beszélgetni, mert szerintem is ez tök fontos, hogy így értékeljük meg így a szolgálatnak így a magját találjuk meg, és hogy jó legyen a motivációnk, mert azért könnyen el tud menni rossz irányba, hogyha nem figyelünk oda. Úgyhogy abszolút egyetértek a gondolataitokkal. Igen, viszont most megfordítom a kockát, és mi van akkor, hogyha valaki tudja, hogy mi az elhívása, tudja, mi a szolgálata, hogy mit szeretne csinálni, benne van egy gyülekezetben, viszont azt látja, hogy különböző szolgálati területeknek már van felelőse, kialakult egy kör, hogyan tud ez ember így ilyenkor becsatlakozni, és így megpróbálni a magát ezeken a területeken, Mikó például. Te erről mit gondolsz? Őszintén szólva, én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy én tudom azt, hogy nekem mondjuk mi a szolgálatom, meg mi az elhívásom, de azt látom, hogy mondjuk nekem ebben most feltétlenül nincsen helyem, nem biztos, hogy Isten időzítése az pont olyan, hogy nekem most ott szolgálnom kell. Mert hogy ez két oldalú szerintem, és én nagyon azt tanultam meg, hogy az ige is azt írja, hogy aki kicsin hű, arra nagyot fognak bízni, és én tökre szeretem ezt Istenben, hogy tényleg így annyira fordítva csinál mindent, ami alapból a világ. Szóval, hogy a világ ilyen minden instant, minden egyszerű, mindenre van könnyű megoldás, és Isten pedig mindig azt mondja, hogy de legyél türelmes, és várjál, és várd meg, amíg én ezt kimunkálom benned, vagy a környezetedben, és például szerintem tényleg, mit tudom én, hogyha mondjuk tényleg azt látod, hogy nincsen éppen arra a szolgálati területre keresett, vagy hely, vagy ilyesmi, akkor szerintem érdemes kipróbálni más dolgokat is. Például én egy ilyen alkalomsorozatra járok, a Szombat 5-re, és én nagyon jól tudom azt, hogy mit szeretnék szolgálni, és nagyjából mi az elhívásom, viszont ott még nem szolgálok ebbe, hanem beálltam az ajtónáló szolgálatba, meg a büfé szolgálatba, és annyira élvezem, hogy ezt nem tudom elmondani. Nagyon élvezem azt, hogy így nincsen kirakva így senki elé, meg tényleg azt érzem, hogy ezek is annyira durván fontos szolgálatok, hogy kinyitom az ajtót, és mosolygok valakire, és azt mondom, hogy szia, de jó, hogy itt vagy, és Isten hozott, és látom azt, hogy az emberek jönnek, ha, szia, izé, de jó, hogy valaki köszönt, és szerintem ezek annyira, annyira fontosak, és hogyha tényleg úgy vagy vele, hogy amúgy igazából mindegy, hogy mit, csak Istennek szeretnék visszaadni, akkor Isten ezt nagyon megáldja, és fog adni lehetőségeket. És ki fogja nyitni azt az ajtót, amit ki kell, hogy nyisson. Tök jó. Simi, te tudsz tanácsolni valamit? Hát, ja, ahogy a Vikó mondta, hogy nem feltétlen van az, hogy most te be tudsz állni ebbe a szolgálatba, vagy abba a szolgálatba, de tényleg arra vagyunk elég, hogy gyümölcsöt teremjünk, és én is voltam szomatotön, és tök jó volt, amikor a Vikó rám mosolygott, és tényleg az, hogy ott vagy egy helyen, és lehet, hogy nem az lesz a szolgálat, ami egy szolgálat, ami így el van nevezve, hanem lehet, hogy az lesz a szolgálat, hogy te leülsz, amúgy nem ismersz senkit, és valaki oda megy hozzád és beszélget. És ezt amúgy nem látják a többi, vagy nem veszik észre a többi ember, de ezzel gyümölcsöt teremsz, bevonod az embereket, és azt éred el, hogy menjenek esetleg többször, vagy összebarátkozó velük, szóval ez a, így úgymond Isten szerinti dicsőséget kell szerintem keresni, nem az, hogy az emberek lássák, hogy te szolgálsz, és ez kinyomja magát, hogy Vikó mondta, hogy aki a kicsin hű, az nagyra hivatatik el, és az ilyen kis dolgok szerintem nagyon fontosak, hogy így igazi gyümölcsöt teremjen az ember. Persze nyilván a nagy szolgálók nélkül nem lenne semmi, és nem lenne alkalom, csak azt mondom, hogy mind a kettő fontos szerintem. Igen. Maki, van ehhez hozzáfűzni valód? Igen, szerintem, hogyha már az... Na szóval azt akarom mondani, hogy semmire nem érdemes rágörcsölni, de tényleg. Ha az embernek, ha úgy érzed, hogy megvan az elhívásod, ha úgy érzi valaki, hogy megvan az elhívása, de még nem látja azt, pont, mondjuk tegyük fel valakinek az elhívása, hogy videó technikai vezető, és mondjuk ezt tegyük, így mondta neki az úr, kijelentette, akkor
de még nem annyira ismerik, ott meg ilyenek, akkor ha neki ez van a szívében, akkor tök nagy alázattal, szerintem ez nagyon fontos, be kell állni a csapatba, megcsinálni a legótvarabb munkákat kezdetnek, és akkor ha az Isten ezt mondta neked, és te azt érzed, hogy ez az elhívásod, és ebben 100%-osan biztos vagy, akkor erre értelemszerűen Istennek van egy terve. Szóval ezt nem véletlen mondta, ő folyamatosan alakítja majd az útját az embernek, és akkor úgy fogja ezeket a dolgokat, úgy fog embereket előbb helyezni, hogy akiknek a helyére bekerül, ő vagy a pozíciójába bekerül, ő is jól jár, meg az is, aki onnan kikerült, mert az Isten annyira jó, hogy ezeket, hogy mindenkinek a kedvére szabja ezeket, meg szerintem ugye a tetszésére szabja az egészet. Úgyhogy az a lényeg, hogy nem szabad erre egyáltalán rágörcsölni, mert azzal semmi nem lesz megoldva. Csak hagyni kell, csinálni kell az egész szolgálatot, amit úgy szeretsz, hagyni kell, hogy ez így folyjon, és akkor az Isten majd felemel, nem kell az embernek magát bebizonyítania, meg magát önigazolnia, mert annak semmi értelme. Ugye Jézus is mondta a tanítványoknak, hogy az a legnagyobb köztetek, aki a többieket szolgálja. És egy teljes alázattal kell állni ez az egészhez, és akkor abból aztán rossz nem lehet. Ja, csak egy olyat akarok, hogy én is úgy voltam, hogy mondjuk gimibe már ismertem a BPA-t, és akartam, én is úgy voltam, hogy hú, de jó lenne tényleg amiből szolgálni, itt vagyok, és hogy tök jó lenne, hogyha megkérne valaki, vagy akármi. És ahogy így a Matyi és a Vikon mondta, hogy tényleg kicsibe, nem kell rágörcsölni, és tényleg csak keresni kell az Urat, menni előre a kis dologba, a hűnek lenni, és tényleg akkor minden jönni fog. Tehát tényleg csak azoknak, akik mondjuk ráparáznak erre, vagy látják azt, hogy hú, az a srác az ott milyen jó szolgáló, vagy ez vagy az, és te érzed magadban, hogy te is akarnál, akkor nem kell ráparázni, mert csak keresd az Urat, és ezek jönni fognak nagyon egyszerűen. Meg én még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy szerintem annyira fontos ezzel kapcsolatban bízni Istenben. Nekem azt nagyon erősen meg kellett tanulni, hogy én annyi mindent akartam, és annyi ilyen hamis elvárásom volt, hogy én itt akarok lenni, így akarok szolgálni, ismerjen el mindenki, stb. És nagyon sokszor volt, hogy így konkrétan hisztem Istennek, hogy de miért nem vagyok ott, és miért nem megy ez így, és nagyon rám kellett is szólnia Istennek, hogy van egy ilyen dal is, ami az a cím, hogy Szélvészben, és úgy kezdődik, hogy az ajtó, ami bezárult, okkal nincs nyitva, és hogy Isten az, aki megnyitja előttünk az utakat és az ajtókat, és nekem mindig ez kellett, így tényleg emlékszem, hogy egyszer álltam a Gyüliben, és valami nép kiakadtam, és akkor Isten így konkrétan rám szólt, hogy amúgy hajlandó vagy bízni bennem? Azért nem vagy ott, mert nincs ott a helyed. És hogy amikor ott kell lenned, akkor ott leszel és kész. És amikor tényleg, hogyha valahol be kell menned, akkor nem csak az ajtót nyitja ki, az ablakot is, és kibontja a falat is, és minden. Viszont az az ajtó, amit meg nem kell, aminek nem kell kinyílni, azt meg akárhogy rángatod, nem fog kinyílni. Szóval én ezt tanultam meg erről nagyon. Jó, ez nagyon jó. Tényleg, meg az, hogy tényleg nem véletlenül vannak álmok, meg vágyok a szívünkben, és hogy Isten az, aki beleülteti ezt, és hogy emiatt nem kell aggódni igazából, hogy most ez hogy fog megoldódni, mert Isten már tudja a választ erre, úgyhogy ez tényleg nagyon inspiráló. Viszont azért, hogyha így végig gondoljuk, hogy egy gyülekezet hogyan is épül fel, meg hogy azért ott is vannak vezetők, hogy szerintetek van felelőssége egy mondjuk egy területvezetőnek, vagy egy pásztornak, hogy bevonja a következő generációt, vagy igazából csak hagynia kell, hogy így mindenki kibontakoztassa úgy magát, ahogyan sikerül, vagy hogy így, hogy milyen szerepe van egy vezetőnek ebben, Matyi esetleg? Szerintem úgy elég sok. Elég sok, vagy legalábbis elég nagy szerepe van ebben egy vezetőnek, akár technikai, vagy gyülekezet vezetőnek, mert igazából szerintem mondjuk ha most egy technikai szolgálatot nézünk, akkor a technikai szolgálat vezetőjének kell lényegében helyet teremteni az újaknak is, feladatot adni nekik, kigondolni azt, hogy ők miben jók, ezt átlátni. Ez amúgy egy baromira összetett feladat lehet. Én nem vagyok a technikai vezető, meg semmi, csak hogy ez tényleg ez egy nagyon nagy felelősséggel járó feladat, és nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy egyes szituációkban kinek mekkora teret ad a vezető. És szerintem az annál inspirálóbb nincs, amikor a vezetőd is bizalommal rád bíz valami munkát, legyen az bármi. És akkor így tud fejlődni az ember. Szóval szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és hatalmas szerepe van a vezetőknek abba, hogy az alattuk lévő generációnak bármilyen területen igazából, akár prédikációban, akár technikai területen, akár dicsőítésben helyet tudjon biztosítani az alatta lévő generációknak, szóval, ja. És ezt így a gyakorlatban, hogy tudod elképzelni, hogy mit csinál egy ilyen vezető akkor? Én nem volt még részem ilyen dolgokban, hogy én vezessek akár egy csapatot,
bármilyen formában, de szerintem az nagyon jó, hogyha mondjuk van egy ötfős csapatod, akkor az adott szolgálati területen az ötfő mindig váltja egymást, uh-huh. hogy mindenki belekóstoljon a kisebb szolgálatokba, a nagyobb szolgálatokba, és hogy ne legyen az, hogy ezen a területen csak ő van, és akkor a másik tökre vágyik, és kisebb próbálja magát. Szóval szerintem ez egy nagyon összetett dolog, és azért mondjuk az is egy nagyon nagy felelősség, hogy kire mennyit bíz a vezető. Persze. hogy se ne legyen az ember túlterhelve, se ne legyen egy olyan dolog rábízva, amit amúgy nem tud megcsinálni. Uh-huh. És akkor ciki van, meg ilyenek. De jaj, szóval igen. Ezt gondolom. De ez jó, hogy kiemeled a bizalmat, mert amúgy tényleg igazából ez erről szól, hogy az előttünk lévő generációk megbíznak a következőkben, hogy nem véletlenül vannak ott, ahol, és nem véletlenül van az az ajándékuk, talentumunk, amiket Isten rájuk bízott, igen. És hogy ennek itt teret adni. Igen. Vikó, te mit gondolsz erről, hogy igazából igen, hogy a vezetőknek milyen szerepe van ebben? Szerintem is nagyon fontos szerepük van, és amikor így kérdezed azt, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni, szerintem az, hogy nagyon így nyitott szemmel járni. Én nem akarom azt mondani, hogy én csinálom jól, mert egyáltalán nem, de hogy pont most rám lett bízva a Kit Lighton, így az ima csapatnak a vezetése, és én nagyon szeretem azt, hogy így nézem azt, hogy fú, ki az, aki ebben szívesen szolgálna, meg nekem így Isten mindig a szívemre helyez valakit, akit túl még lehetne hívni, meg de mit tudom én, és szerintem nagyon fontos ez, hogy nyitott szemmel járjunk, meg így Istent keresni ebben is, mert igazából Isten az, aki elhív minket, és ez tényleg csak Isten dicsőségére van, meg nem nekünk kell a szolgálatot jóvá tenni, hanem ez így is, úgy is Isten munkája rajtunk keresztül. És szerintem egyébként nagyon fontos azt felismerni, hogy én csak az eszköz vagyok, és nem pedig a lényeg itt. És igen, és Istent kérni szerintem erre nagyon, hogy vonjak ebbe valakit, kit vonjak be, hogyan, hány embert, milyen módon. Uh-huh. Igen, ez igaz. Viszont amúgy szerintem a mi gyülekezetünkre nagyon igaz az, hogy nagyon telített igazából minden szolgálati terület, és hogy szerintem az is nehéz lehet, hogy így bevonni új embereket, közben pedig van már 10 amúgy, vagy több, aki szeretné ebben szolgálni, és tényleg így erre teret biztosítani, tényleg nehéz. És amúgy azért jó, hogy amúgy így a gyűlnek több alkalma van szolgálati területe, hogy tényleg így mindenki ki tudja magát próbálni. Igen. Viszont mondjuk, hogyha valakinek van egy ilyen nagyon újdonsult ötlete, amit így nagyon szeretne megvalósítani a gyűlén belül, ugye felmerülhet mondjuk az a kérdés, hogy ez vajon az adott gyülekezeten belül kell megvalósuljon, vagy mondhatják azt a vezetők, hogy jó, figyelj, oké, hogy van egy ilyen kijelentésed, de akkor ezt egy másik gyülekezetben, vagy alapíts egy újat. Hogy szerintetek hol van ebben a balansz, hogy egy gyülekezeten belül valakinek kijelentése van, és ez a gyűlire tartozik, vagy ez egy más projekt? Nem tudom, hogy értetve a kérdés, de kicsit komplex. Matyi? Hát nem tudom, nem tudom, mennyire gyakori ez a nem, a kérdés jó, csak hogy az a véglet mennyire gyakori, hogy a, hát figyelj, ezt ne itt alakítsa, vagy mennyire. Ja, hát ez reméljük nem történik sehol, de hogy igen, hát nem tudom amúgy, hogyha nyilván, hogyha az embernek van egy ötlete, akkor azt alapból, azt is alázatosan kell vázolni, uh-huh. és úgy kell felhozni a presbiterek előtt, hogy azt ők is megkívánják, vagy hogy magukénak érezzék, uh-huh. és ne pedig ilyen buldozerként lenyom mindenki torkán, hogy na, sziasztok, itt az ötletem, szeressetek. Szóval így igazából ennyi. De szerintem mindenre van megoldás. Ha mondjuk valakinek van egy nagyon nagyra törő ötlete, amivel úgy annyira nem ért egyet, vagy ilyen kicsikét ilyen irálisnak tartja a vezetőség, akkor kompromisszumot kötnek, és kitalálnak valami olyan megoldást, ami működhet egy gyülekezetben. Uh-huh. Simi, neked? Hát ja, igen, szóval hogy nem biztos, hogy az embernek egyből egy másik gyűlt kell alapítani. Hogy azt is azért, tehát vigyázni kell, hogy ne egy ilyen nagy fellángolás legyen szerintem, uh-huh. hanem csak nyugodtan lehet, hogy egy-két hét vagy egy-két hónapon belül az amúgy lesz, hogy mégse, és milyen jó, hogy nem csináltam egy új gyűlét. Lehet, hogy bebukna az ötlet. De tényleg az, hogy de hogyha meg Istentől olyan erős elhívása van, akkor meg, és tényleg ez egy ilyen valid elhívás, akkor meg úgyis biztos érezni fogja, hogy hogyan csinálja úgy szeretettel, hogy azért ne onnan vonja el az embereket, illetve uh-huh. hogyha ez így valami tényleg olyan ötletem van, akkor majd a gyümölcsei meglátszik, hogy az jó-e, hanem akkor meg úgyis annyi neki, szóval. De hát ja, szerintem pásztorokkal kell egyeztetni, a vezetőkkel, aztán uh-huh. reméljük hajlandóak az emberek. Vikó, neked van ehhez gondolatod?
Amúgy szerintem az a jó nagyon Istenben, hogy amúgy ő ad bölcsességet, hogyha kérünk tőle, és ugye amikor Salamon kért tőle bölcsességet, akkor Isten annyira örült neki, hogy ha jó, akkor bölcsességet is adok, és azon kívül amúgy meg mindent. Minden gazdagságot, és szerintem amúgy abban van a kulcs mindig, hogy Istentől bölcsességet kérni, hogy akkor ezt most hogyan tálaljam, vagy tálaljam-e egyáltalán, még imádkozzam meg, meg szerintem ez a kulcs, hogy Isten nagyon megkérdezni, meg az alázat. Én fú, ezt most nagyon megtanultam egyébként így, nekem nagyon a szívemben van az ifi, így a BPA ifi, és ott szolgálok sokat, és most nekem így az alázatot nagyon meg kellett ott tanulnom, hogy nekem voltak gondolataim, hogy mizu, mi, nem tudom, mi lehetne változtatni, meg ilyenek, és nem feltétlenül alázattal sikerült ezt nekem így közölni, meg így saját magamat frusztrálódtam, hogy én se tudtam úgy átadni, meg saját magamnak próbáltam ezt kiadni, és hallgattam utána egy tanítást pont arról, hogy milyen, amikor Isten épít. És így pont arról beszélt a tanító, hogy amúgy ez nem az én elhívásom, ez Istené, és hogy le kell tennem a felelősséget Isten elé, hogy ez Isten, vagy Isten felelőssége az, hogy ez jó legyen, és Isten felelőssége az, hogy ez működjön, mert tényleg nem én vagyok az, aki megváltoztatok mindent, és akármi, hanem hogy csak hagyjam azt, hogy Isten munkálkodjon, és bízzak Istenben annyira, hogy ő munkálkodik, és hogy ez megint egyébként nagyon türelemjáték, amit tényleg nagyon nehéz számomra is, meg szerintem sokunknak így a mai világban, de hogy tényleg így alázattal ezeket így, meg alázattal és türelemmel mindig ezeket így lekommunikálni, meg így magunkban is helyre rakni ezeket, hogy nem én vagyok az, akinek van egy fullos ötlete, amit aztán végrehajtok, hanem Isten az, aki adott egy fullos ötletet, és ő fogja ezt kimunkálni, és én csak az eszköz vagyok. Ez nagyon jó. Meg amúgy szerintem ez a saját korosztályunkra is jellemző, hogy fiatalok vagyunk, tele vagyunk ötletekkel, meg így azon bennünk, hogy mi jobban csinálnánk, és hogy kérjük a teret, de hogy nyilván azt így be kell látnunk, hogy van egy előttünk lévő generáció, akit nem csak így muszáj tisztelni, hanem tisztelünk is, mert ez jön belőlünk, és hogy bízni bennük, hogyha látják bennünk a potenciált, akkor meg is fogják adni hozzá a teret, hogy szolgálhassunk ezeken a területeken, és hogy ott tehessünk változást, ahol tényleg szükség van rá. Csak nyilván ez nehéz vezetőként is így átadni sokszor ezeket a terepeket, meg bízni így emberekben, mert azért vannak megbízhatatlan emberek olykor, de ja. Igen, meg amúgy ezért is mondtam ezt a felvetést, hogyha valakinek van egy ilyen nagyon jó ötlete, és hogy benne van a vágy, hogy jó, akkor ezt most megvalósítom, hogy ennek hol van a terem, meg vezetőként hogyan kezeled ezt, hogy most akkor adok ennek az illetőnek teret, vagy inkább most máshol, meg ne itt, szóval ja, szerintem ezek érdekes kérdések, főleg gyülekezeten belül, hogy mi az, ami megvalósul, és mi az, ami nem. Igen, még azt akartam megkérdezni, hogy szerintetek mi a jelentősége annak, hogy egy következő generáció itt teret kapjon? Hogy ez miért fontos egyáltalán az, hogy mi így kibontakoztassuk a talentumainkat így a gyülekezeten belül? Simi? Hát igen, szerintem azért jó, hogyha a fiatal generációra egy kis hangsúlyt fektetnek az idősebbek. Szóval nem akarok így megmondó lenni, vagy akármi, de egy idő után szerintem nekik is kényelmesebb, hogyha majd idősebbek lesznek, hogy lesz, aki átveszi a helyüket, és csapatot, vagy nyájat tudja úgymond pásztorolni, gondozni a következő generáció, mivel azért a BPA is mondjuk egy nagy gyülekezet, tehát nem egy kis gyülekezetről beszélünk, szerintem biztos lesz majd pásztor, aki, tehát biztos lesz majd a nyájnak, aki tudja őket vezetni. Szerintem fontos, tehát hogyha kiöregedik egy korosztály, akkor legyen, aki átvegye igazából. Matyi, szerinted? Igen, amúgy szerintem is nagyon fontos amúgy az, hogy legyen térhagyva a fiataloknak, és amúgy az jó, amit mondtál, ez nagyon, hogy igen, de nyilván ezt úgy, hogy közben tisztelettel vágyunk erre, nem az, hogy na, adjatok már teret, vagy valami, hanem ilyen szépen és ilyen kedvesen. Szerintem amúgy azért lehet nagyon jó, az nagyon jó dolgok tudnak kisülni abból, amikor így a fiatalok így imádkoznak, meg ilyesmik, mert egy csomó olyan dolog még nincs az agyukban,
ami le tudná őket így korlátozni. Szóval egy csomó vallásos dolgot még nem hallottak, tudatalat még nem épült be beléjük, és egy ilyen nagyon jó, ilyen frissességet tud szerintem hozni úgy gyülekezetekbe. Úgyhogy minden esetre szerintem az jól tud elsülni, hogyha be vannak mondva a fiatalok. És amit mondott Csimi, az is nagyon jó, hogy erről nem jó beszélni, de hogy tényleg van amikor már egy generáció így kiöregedik, és akkor tényleg az van, hogy kell egy váltás, és szerintem erre is fontos felkészülni, meg úgy erre odafigyelni, hogy nehogy ne maradjon senki se hoppon a végén. Mikor te mit gondolsz erről? Én ugyanezt, amit ugye Matyi mondott, hogy egy újfajta frissességet tud ez hozni, és olyan érdekes ezt megtapasztalni, hogy az idősebb generáció amúgy, vagy a szüleink, és hogy úgy mennyire úgymond közel vannak hozzánk korban, de mégis annyira más dolgokban nőttek fel, és annyira más dolgokat tapasztaltak meg Istenből, és számomra ez nagyon érdekes látni, hogy milyen más, hogy vannak úgymond bekötve így az idősebbek, és szerintem ezért szóval annyira tudjuk egymást építeni, hogy ők meg tudják mutatni nekünk azt, amit ők megtapasztaltak, és mi is, amit mi megtapasztaltunk, mert szerintem ez egy oda-vissza tud építő lenni, hogyha mind a ketten nyitottak vagyunk egymás felé, és nagyon érdekes is szerintem, illetve tényleg az, hogy hát őszintén hát mondjuk ki a gyülekezetben maradása a tét, hogy mert hogyha nincsen úgymond kiképezve egy új szolgálói generáció, akkor semmibe esik a Gyüli. Igen. Szóval nyilvánvalóan fontos nagyon. Igen, tényleg azért van felelősség ebben, hogy azért ilyen jövőre is gondolni, meg arra, hogy majd lesz 10 év múlva, meg 20 év múlva is Gyüli, vagy nem, és hogy kik lesznek benne. Úgyhogy ez tényleg egy jogos felvetés. Az utolsó kérdésem pedig maga a címnek a kérdése, hogy szerintetek akkor a fiataloknak van helye a gyülekezetben, van lehetősége a Gyüliben kibontakoztatnia a saját tehetségét, vagy ezen még így dolgozni kell? Simi? Hát abszolút, hogy van helyük a fiataloknak. Nyilván a pásztoroknak, illetve a vezetőknek majd meg kell vizsgálni, vagy meg kell nézni, hogy aki valaki lelkesen jelentkezik, vagy szeretne, ami amúgy már szerintem jó tökre, hogyha valaki jelentkezik, mert biztos nehéz így megfigyelni kívülről, akkor ők biztos látják, hogy ő alkalmas erre, vagy nem, vagy esetleg később, de szerintem abszolút van helyük így röviden. Tök jó. Simi? Matyi? Jó, szerintem is persze, van helye a gyülekezetben a fiatalokban. Szolgálati területekben is jó szerintem látni azt, hogy egy-két fiatal hogyan éli meg a dolgokat, mikor találkozik először különböző szituációkkal, hogyan kezd. Szóval ez egy ilyen tök jó tanulási folyamat, úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy legyenek fiatalok, vagy legalábbis aktívak legyenek a gyülekezetben. Mikor? Én is amúgy látom azt, hogy szerintem ebben tökre van változás, és egyre nagyobb nyitottság van így az idősebbek felől is felénk, és igen, ahogy a Matyi is mondta, szerintem ez egy tök jó tanulási folyamat, mert nyilván ez az első, így egy Gyülinek úgymond, hogy így esetleg egy ilyen generációváltás folyik, És szerintem ez egy olyan dolog, ami nem tud tökéletesen működni, mert nyilván semmi sem tökéletes, meg emberek vagyunk, és igen, szerintem ez egy tanulási folyamat, hogy így, és szerintem egy jó tanulási folyamat, amikor mi is megtanuljuk őket kezelni, ők is minket, és szerintem ez egy nagyon-nagyon szép dolog lesz, meg az is már most. Tök igaz, és amit a Simi is mondott, hogy így, vagy nem tudom, hogy Matyi te mondtad, de ez a proaktivitás, hogyha van bennem egy vágy, meg van bennem egy ötlet, akkor azt így merem elmondani a vezetőknek, meg van-e annak így talaja, hogy így meghallgassák, és hogy legyen is rá válasz, hogy nektek amúgy volt ilyen élményetek, hogy volt egy ötletetek, vagy akartatok valahol szolgálni, és elmondtátok, és aztán ez meg is valósult esetleg? Ezt most csak így bedobom. Én? Amúgy őszintén nekem most ilyen sztori nem jut eszembe, de ez nem azt jelenti, hogy nem volt ilyen. Úgyhogy lehet, hogy ezt most arrébb passzolom. Jó, meg nekem se annyira volt ez, csak annyit akartam volna még így hozzátenni mondjuk, hogy az meg szerintem egy nagy áldás, hogy valaki fiatal mondjuk a Gyüliben nő fel, és szerintem ez jó, hogyha meglátják a vezetők, hogy őket így
tényleg így kicsit beállítsák, vagy uh-huh. megkérdezik, hogy szeretnének-e. Mert hogyha aztán szeretnének, akkor jó, hogy ott nekik van lehetőség, mert sokan ugye nem gyűlben ülnek fel, és tehát ez egy nagyon jó tanulás lehetőség, hogy a Vikó mondta. Igen. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. Mindjárt válaszolni fogunk kérdésekre, viszont a vágott rész itt fog véget érni, úgyhogy most elköszönök tőletek. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, reméljük, hogy inspiráló voltak a gondolataink, és ti is gondolkodni fogtok így a szolgálat, meg a gyülekezetnek így a viszonyáról. Úgyhogy köszi tényleg még egyszer, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.